Az erdélyi református egyházkerület célként tűzte ki azt, hogy a református tulajdonban lévő iskolaépületeket felújítsa. Elmondásuk szerint ez az egyik legfontosabb prioritás a reformáció idei 500 éves évfordulóján. Ezen iskolák egyike a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum, ahol éppen a napokban kezdték el a renoválást. Elkezdődött a kolozsvári Apáczai Csere János Líceum épületének a felújítása. Gondot jelentett a zsúfoltság, és gondot jelentett magának az épületnek az állaga. Az Erdély Református Egyházkerület tulajdonát képezi, a püspökség pedig úgy döntött, hogy az iskola felújítását el kell kezdeni, és reményeik szerint októbertől már egy korszerű épületben kezdhetik a tanévet a diákok. Kegyelmi időket élünk, úgy érzem, úgy gondoljuk. Ez egy része azoknak az iskola felújítási szándékoknak, amelyeket most megvalósítunk. Nem csak, tehát itt Kolozsváron az Apáczai Liceumot, a református kollégiumot újítjuk, én már második éve. Gondolom, mindannyian látták, hogy a külsejében megújult, új tetőt kapott a refi is. És hát most folyamatban van a belső felújítása. Túl vagyunk a nagyanyedi felújításon, zajlik a székelyudvarhelyi kollégium felújítása már évek óta, és hát ha végre marosvásári polgármester aláírja a gyors beavatkozási engedélyünket, ami szinte két hónapja az asztalán van, akkor a bújainak is neki fogunk. Igazándiból most azt várjuk a leginkább, hiszen ott a legnagyobb a szükség Marosvásárhelyen. Ezen kívül a protestáns tagintézet épületét is újítjuk, és ha minden igaz, azt idén befejezzük. Tehát idén szándékunk szerint úgy a teológiát, mint az apáncai bővítését, mind a kolozsvári kollégium épületét szeretnénk befejezni. Hát ez a fizika előadó terem, ami át fog alakulni majd jövőre, úgyhogy ez a régi bútorzat innen ki fog kerülni, és lesz egy olyan természettudományi labor, amiben a kísérletezésre alkalmas padok lesznek, és innen le lesz választva itt egy fallal egy külön szertár. Jelenlegi épület felújításával majd egybe kell kötni a majdan felépülendő résszel, és akkor itt folyosóvá alakul át. Tantermekben a csempekányhákat lebontjuk, helyette a fal mellé az ablak alá kerülnek a fűtőtestek, és csempekályás fűtés van, ahelyett akkor lesz majd a központi fűtés, és a tantermekben mindenhol a táblákat lecseréljük a villanyhálózat ki lesz cserélve, internet hálózat be lesz húzva minden terembe, és hát a padló lesz még kicserélve. Itt mondjuk újabb padló van, de más tantermekben még az eredeti régi padló van meg. A folyósókon a padozatra rá lesz húzva egy új réteg. Sok helyen meg van kopva, és akkor az is ezáltal megújul. És a díszteremben pedig átalakul, mert az új épületszárnyban van tervezve egy nagyobb díszterem. Hát egy időben maximum 150 ember fér be, de az akkor nagyon-nagyon sűrűn. Sajnos jelenleg ez van, hogy amellett, hogy díszterem, tanteremként is használjuk, és akkor... Hát ez már nagyon régóta így van. Tehát ez évtizedek óta probléma, hogy úgy a természettudományi termet, mint a dísztermet tanteremként is kell használni. Lefelé jöve megmarad lent a tornaterem, oda most nem tudunk lemenni, mert dolgoznak. Elkezdtek dolgozni már nagyon intenzíven a fűtéshez a kazánház, és ez a kazán fogja ellátni a jelenlegi épületet is, és majd a bővítés során az új épületet is. Gyakorlatilag úgy ez a bejárat megmarad, azonban
ez a lépcső le lesz bontva. Eredetileg, amikor megtervezték az épületet, akkor eddig az ajtóig volt, és utána egy bővítéssel toldották hozzá ezt a részt, és az látszik itt is, hogy hát a lépcső, a Leány gimnázium eddig, hát egy évig, tehát 26-27-ben, amikor felhúzták, akkor az L alakban idáig volt, és utána toldották hozzá ezt a részt. Ennek a résznek nincs alaksora sem, és a lépcsőn is látszik az, hogy itt van ez a repedés, mert ez egy toldás hozzá, ami valamikor a 60-as években lett hozzá toldva, ha helyesek az emlékeim. És gyakorlatilag pont idáig jönne majd a lépcsőház, ami itt kinyúlna, és innen lenne majd a bejárás az épületbe a lépcsőházból. És minden szinten akkor itt meg lesz majd bontva, és a bejárás az adott szintekre a mostani ablakokon keresztül fog történni. És ide jön a legnagyobb újdonság. Hát a nagy újdonság majd ide fog jönni, ahhoz még várjuk, hogy az építkezési engedély meglegyen. A lensznek már az előlépései megtörténtek, úgyhogy remélhetőleg ez egy jó hónapon belül meg lesz, és akkor majd itt kezdik el az építkezést. És ebben mi lesz? Tehát ebben a szárnyban? Ebben a szárnyban lesz az alaksorban könyvtár, lesz egy ebédlőhelyiség, a pszichológiai kabinet kerül az alaksorba még, és akkor a földszint egészen egy nagy díszterem lesz, és a két emeleten, illetve a manzár részen lesznek a tantermek. És akkor bejárhatóság? Tehát ez... A bejárhatóság az úgy lesz megoldva, hogy a püspökség az egyházközségtől megvásárolt itt a szomszédból egy 200 négyzetméteres sávot, és akkor gyakorlatilag a mostani kerítésen túl lesz a bejárás a diákoknak, vendégeknek, körbe megkerülik az épületet, tehát itt lesz egy sáv a falig, egy olyan 4,5 méteres sáv, amelyben át lehet közlekedni a hátsó udvarra, a jelenlegi épületbe át lehet majd menni, és akkor gyakorlatilag a bejárás a lépcsőházba körülbelül itt lesz, ahol most állunk. Mikor fejezik be? Bár ez egy nagyon nagy kérdés. Hát a terv az, hogy szeptember 30-ára legyen kész, hiszen püspök úr akkor szeretné, hogy a reformáció emlékével kapcsán legyen egy nagy szabású rendezvény, amelynek keretében három ingatlannak a felújítása, átadása fog megtörténni, a teológiának, a református kollégiumnak és az apácai liceumnak a felújítása. Az a lényege, és az nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy ez nem a magunk dicsőségére, a magunk fényezésére szolgáló befektetések és támogatások, hanem a jövőbe való befektetés ez. És ezt úgy érzem, hogy ott a leginkább Magyarország jelenlegi felelős kormánya nagyon megértette. Az, amit ma csinálunk, az iskolák felújítása, a most éppen egy hát óvoda, bölcsőde építésben is vagyunk, több helyszínen Erdélyben. Ezeknek a gyümölcse nem ma, nem holnap, 5-10 év múlva lesz meg igazán. Befektetés a jövőbe, és az a hát magyar, erdélymagyar szemszögből talán ez a legfontosabb, hogy ha még csak egy gyermeket is tovább lehet oktatni magyarul, ez már nyeresség.